folytam a szemembe. Gubcsi Lajos megzenésített versével és színes programmal ünnepelték meg azt az anyaországi elismerést, amelyet azok a személyek, intézmények, művelődési egyesületek, szervezetek kapnak, amelyek munkájukkal gazdagítják az egyetemes magyar kultúrát és előre mozdítják a magyarság megmaradását. A díjakat maga az alapító Gubcsi Lajos adta át. Az Ex Libris díj éppen azért született, hogy vegyen észre minden olyan teljesítményt, emberekét, személyekét, egyesületekét, iskolákét, templomokét, amely teljesítmény nem csak emlékezik és emlékeztet 1100 évünkre, hanem ebben a percben teremti a következő 1100 évet, és ezt tartom fontosnak. Díjat kapott Balázs Áron színművész és Dormán László fotós, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Élén Dudás Károllyal. Az én számomra legalább annyira fontos, vagy fontosabb az, hogy a Művelődési Szövetség mellett még olyan művelődési egyesületek is megkapták ezt a díjat, amelyek a szórványban tevékenykednek, hiszen pontosan tudjuk, hogy a szórványban azért jóval nehezebb magyarnak megmaradni, mint a tömbben. A Muzsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület számára az Ex Libris díj nem az első kitüntetés, hiszen a Vas Lajos népzenei verseny Kárpát-medencei vetélkedőjén nagy díjat kaptak, valamint Bodor Anikó díjban is részesültek. Mindez a Művelődési Egyesületnek folyó munkának az eredménye, és egy nagyon kitartó munkának az eredménye, és mondhatom azt, hogy egy jó vezetés az eredménye. A Mitrovicai Szerémség Magyar Művelődési Egyesület számára nagy lendületet ad a mostani elismerés. 500-an vagyunk, és az 500-ból nagyon kevés beszéli a magyar nyelvet. Nos, mond, azon próbálkozunk, hogy újra megtanítjuk a magyar származású gyerekeket, a felnőtteket, hogy beszéljenek magyarul. Gubcsi Lajos Ex Libris díjat kapott még a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a gálaműsor házigazdája, a Budiszavai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület is. Ezzel bemutatkozhatunk a világnak, tehát jelet adunk magunkról, hogy létezünk és vagyunk, és hogy létezik Budiszava, létezik Tiszakálmán falva, és itt létezik egy Petőfi Sándor Művelődési Egyesület. A díjátadó gálaműsoron részt vett Maruzsa Zoltán, Magyarország felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, és még számos civil szervezet elnöke is. Ladisics Melinda, a Magyar Összefogás jelöltje, példaértékűnek találta a rendezvényt. Íme még egy példája annak, hogy összefogással egy közösség mit tud teremteni, mit tud létrehozni. Ez a díjátadó rendezvényen is kicsúcsosodik, tehát bemutatásra kerül. Tehát az, hogy a munkának, a közös munkának, az összefogásnak milyen gyümölcse lehet. A Gubcsi Lajos Ex Libris díjátadó gálaműsort Dormán László fotókiállítása és Makovec Imre képkiállítás gazdagította.